Szeretettel köszöntelek az Ubuntu használatát bemutató videó sorozatomban. A mai nap azt fogjuk megnézni, hogy Windows 10 környezetben miként lehet elkészíteni az Ubuntu legújabb, Focal-Fossa névre hallgató operációs rendszerének telepítőkészletét méghozzá egy USB pendrive-ra. Vágjunk is bele! Az ábrán a végrehajtandó lépéseket láthatjuk. Elsőként le kell töltenünk az Ubuntu weboldaláról a telepítő készletet, ami egyben egy úgynevezett élő operációs rendszer készlet is. Második lépésként szükségünk lesz egy olyan programra, amelyen lesz az úgynevezett ISO fájlt, megfelelő formátumban és módon egy USB pendrive-ra tudjuk másolni. Harmadik lépésben kiválasztjuk a megfelelő USB pendrive-unkat és ezt csatlakoztatjuk a számítógéphez. Végül negyedik lépésként a Rufus program segítségével az ISO fájlt az USB adattárolóra írjuk. Kezdjük is bele, első lépést, tehát le kell töltenünk a telepítőkészlet ISO formátumú fájlját. Ehhez én az Ubuntu letöltéséhez a Google Chrome böngészőt fogom használni. Írjuk is be a címsorba, hogy ubuntu.hu. Ez a magyar Ubuntu közösség, hoppá, kicsit elírtam, ez a magyar Ubuntu közösség weboldala. Itt mindjárt a letöltések menüpontra, ha rákattintunk, akkor eljutunk a letöltések főterületére. Látható, hogy desktop, szerver és további úgynevezett variánsok, úgynevezett disztribúciók tölthetők még le ennek az oldalnak a segítségével. Mi a desktop rendszert fogjuk választani. Itt két letöltési lehetőségünk van, vagy a korábbi hosszú támogatottságú operációs rendszert, a 18.04-et töltjük le, ami 2023-ig rendelkezik még támogatással, vagy a frissen kiadott, április végén kiadott 20.04-es rendszert töltjük le, ami 2025 áprilisáig kap majd frissítéseket. Hát mi ezt az utóbbit választjuk. Többféleképpen tudunk letölteni. Az egyik lehetőség, amit én is általában támogatok, ez a torrentes letöltés, de mivel önöknél nem biztos, hogy megvan a megfelelő program ehhez, ezért maradunk a main, vagyis a fő letöltésnél. Itt egy adott weboldalról fogjuk letölteni a teljes ISO fájlt egyben. Ugye itt meg is van a neve, hogy mi lesz a neve, válasszuk ki a letöltések mappát, és kattintsunk a mentés nyomógombra. A mentés el is indul. Ha itt az összes megjelenítése gombra kattintok, akkor látom, hogy valóban ez a mentés folyamatban van. Hát látszik, hogy ez egy 2,5 gigabájtos nagyságú adatmennyiséget jelent, ennyit fogunk letölteni. Hát ez erősen az adott szerver, az adott internet kapcsolat függvénye, hogy mennyi ideig tart. Ugye nekem itt azt írta ki, hogy egy óra van hátra, hát nem fogjuk ezt az egy órát így végig kivárni, de a lényeg az, hogy az adott operációs rendszer ISO fájla letöltés alatt van. Amíg a töltés folyamatban van, addig egy picit foglalkozzunk a lehetséges tárolóeszközeinkkel. Az alábbi fényképernyőn a két kedvenc telepítő médiámat fényképeztem le. A felső látszik, hogy egy több darabból álló eszköz. Ez tulajdonképpen nem más, mint egy olyan eszköz, ez a Titanum nevű SD kártyaolvasó, amiben egy TOK segítségével, egy adapter segítségével bármilyen microSD kártyát elhelyezhetünk, vagy ha van eleve SD kártyánk, akkor az SD kártya önmagában már használható ezzel az eszközzel. Tehát magát a microSD kártyát beletesszük az adapterbe, az adapter tesszük bele magába az olvasóba, a végén lezárjuk biztonság kedvéért ezt az eszközt, és az első részén, az elő részén pedig egy egyszerű, teljesen közönséges USB csatlakozót kapunk, tehát ebből, ezzel az eszközzel, a microSD kártyából egy USB pendrive-ot tudunk készíteni. A másik pedig már nagyon régóta velem lévő eszköz, ez egy 8 GB-os Toshiba USB pendrive, ez ugye bőven elegendő ahhoz, hogy a megfelelő operációs rendszert telepíteni tudjuk.
Régebben az operációs rendszereket jellemzően CD-ről, később, ugye, ahogy nőttek az operációs rendszerek, DVD-ről lehetett telepíteni. Ugye egy DVD-nek 4,2-4,7 GB tároló kapacitása van. Az USB pendrive-om ezért 8 GB, hogy a 4 giga fölötti adatmennyiséget is biztonsággal tudja tárolni. A kis microSD kártyám szintén 8 GB, itt egy picit rá nagyítok, ugye itt van 8 GB nagyságrendű, tehát ő is bőségesen elegendő ahhoz, hogy különféle operációs rendszerek számára tárolóeszköz legyen. Én az utóbbit fogom használni, tehát a microSD kártyát, tudnélik ezen a 8 GB-s pendrive-on most nekem egy teljesen másik operációs rendszer telepítő készlete van, tehát ezt az eszközt fogom használni, amikor az ISO fájlunkat USB pendrive-ra fogjuk másolni. Amíg az ISO fájlunk települ, addig nyissunk egy új fület a böngészőben, és írjuk föl bele, hogy Rufus. Fogunk kapni egy olyan elemet, ha nem, akkor írjuk be, hogy letöltés, és akkor biztos, hogy letöltése. Kattintsunk rá. A Rufus IE, Rufus.ie kezdetű weboldalt kell megtalálnunk, ha ezzel megvagyunk. Ha ilyet nem talált a rendszerünk, akkor egyszerűen írjuk be a böngésző címsorába, hogy rufus.ie, és ezzel megnyitja a megfelelő oldalt. Ha minden igaz, akkor alapból magyar nyelven jelenik meg a program weboldala, ha nem, akkor itt be tudjuk a nyelvváltoztatásánál állítani magyarra. Itt, ha finoman elkezdjük az oldalt lefelé görgetni, akkor eljutunk egy olyan részhez, ahol a letöltés nevű szekció kezdődik, és itt a Rufus 3.10 hordozható verzióra kattintsunk rá. Ezt kell letöltenünk. Ez szintén mehet a letöltések mappába, hanem az lenne kiválasztva, akkor itt oldalt a panelen választok ki a letöltések mappát és mentés. Ha a mentés itt alul elindul, látjuk, hogy elindul, akkor nyugodtan be is zárhatjuk ezt az ablakot, és látjuk, hogy a Rufus nevű programunk már letöltődött. Ugye ő egy pici kis program, még itt van pár perc az ISO file töltéséről, ezért foglalkozzunk egy picit a Rufus nevű programunkkal. Nyissuk meg a böngészőt. Ha ez megvan, akkor válasszuk ki a letöltések mappát, és itt fogunk találni egy olyan fájt, ami a Rufus kötőjel 3.10p névre hallgat, és látjuk, hogy ő egy alkalmazás. Őt kell elindítanunk, dupla kattintással indítsuk is el. A program első indításakor megvizsgálja a környezetet, megvizsgálja, hogy milyen fájlok, egyéb fájlok állnak a rendelkezésére, és ha ezzel megvan, akkor beadja a kezelő felületét, szól, hogy frissítéseket keres, ezt okézzük le, illetve támogassuk az igen nyomó gombbal. Ha mindent jól csináltunk, akkor meg is fog jelenni a Rufus kezelő felülete, itt is van. Ezt fogjuk majd használni az ISO fájlunk telepítéséhez. Ő a szükséges feladatokat végrehajtotta, akkor most be is zárjuk, és visszamegyünk a böngészőnkbe, ahol még van pár percünk a telepítéshez szükséges ISO fájl letöltéséig. Amíg a letöltés tart, addig még pár gondolat arról, hogy milyen médiát érdemes használnunk. Ugye azt látjuk itt a letöltés ablakban, hogy 2,5 GB nagyságú lesz maga az ISO fájl, tehát legalább egy 3 GB nagyságú médiára szükségünk lesz. Ugye a szokásos méret a 2 giga, a 4 giga, aztán a 8 giga. Én azt javaslom, hogyha később is jól szeretnénk járni az eszközünk használatával, hogy ne a 2,5 giganál egyel nagyobb, vagyis a 4 gigabájtos pendrive-ot használjunk ilyen célra, főleg akkor ne, hogyha most akarunk venni egy ilyen telepítő pendrive-ot, hanem inkább helyette válaszok az egyel nagyobbat, vagyis a 8 gigabájtosat. Ma már a 8 gigabájtos pendrive 1-2 ezer forintért megvásárolható, és később, amikor a
Linux operációs rendszert már használjuk, akkor látni fogjuk, hogy a pendrive-unk fönt, a ki nem használt része adattárolóként nagyon jól használható, például a telepítő készlet adattárolójára olyan fájlokat is föl tudunk másolni, amikre mondjuk a telepítést követően a finom hangolás időszakában van szükségünk, különböző grafikai programok telepítőkészletei, különböző multimédiás programok, vagy nagyisten általunk kedvelt háttérképek elhelyezhetők ezen a pendrive-on. Fogok rá mutatni példát, hogy például az én előbb bemutatott 8GB-es pendrive-omon milyen egyéb fájlok találhatók, amelyek a telepítést követően tudok használni. Már csak egy percünk van, úgyhogy ezt most már végigvárjuk. Időközben az éles szemű videó néző észrevehette, hogy itt az eredeti Ubuntu 20.04 desktop AMD 64 ISO helyett egy zárójel 1 ISO került be a rendszerbe. Ennek az az oka, hogy a magyar oldalról viszonylag elég lassan töltődő ISO fájlt elkezdtem inkább tölteni egy másik helyről. Ez az Ubuntu nem magyarországi, hanem a nemzetközi szervezete által támogatott letöltő központ. Itt látszik, hogy az egy picit gyorsabb letöltés biztosít, mint a magyar oldal. Ennek az oka az, hogy itt egy egyesbe került az ISO fájlba, de a működés szempontjából teljesen mindegy, hogy honnan töltjük az adott ISO fájlunkat. Itt a bemutató miatt váltottam, hogy ne kelljen olyan sokat várni. Na most már csak másodperceink vannak valóban hátra. Ugye itt majd ezt az egyest el kell tüntetnem, úgyhogy ezt majd nem magyarázom, de megcsinálom. Le is töltődött a fájlunk, ugye ezt meg tudjuk jeleníteni egy mappában. Megjelenítés mappába ikonra kattintsunk rá. Itt is van, ugye mondtam, hogy egy kis átnevezésre lesz szükség. Egy kattintás után én ezt gyorsan átnevezem. Önöknek ezt nem kell, mert ugye önöknek eredeti néven jött le. No, tehát, ha megnézzük akkor a végrehajtandó lépéseinket, ugye ismét, akkor látjuk, hogy egy Ubuntu ISO file letöltés megtörtént, Rufus telepítő program letöltése megtörtént, és akkor most jön az, hogy az általam kiválasztott, ugye az előzőképpen mutattam, ezt az eszközt fogom használni, ezt nekem csatlakoztatnom kell a rendszerhez. Ez a csatlakoztatás megtörtént, ugye ezt onnan látom, hogy megjelenik egy újabb USB meghajtó eszköz, és akkor most már nincs semmi akadálya annak, hogy elindítsam a Rufus programot, dupla kattintással ez meg is történik, jóvá hagyom a program használatát, és már itt is vagyunk. Azt mondja, hogy szükségünk lesz egy eszközre, itt ő már kapásból ki is választotta az én D meghajtómat, ha ne adj Isten több USB pendrive is van a telepítő készlet készítésekor a gépünkbe, akkor itt a lenyíló ablakban a megfelelőt ki tudjuk választani, ugye nekem ez az egy van. Következő lépés kiválasztani azt a rendszert, amely ilyet a pendrive-ra föl kell írni a kiválasztással. Na gyere, baby, kicsit lassú a gép. Na, így van, és sikerült még egyet mellé is kattintom. Na, megvan. Tehát kiválasztjuk a letöltések mappában azt az ISO fájlt, amit éppen letöltöttünk az előbb, tehát Ubuntu 20.04 Desktop AMD 64 ISO fájl, ezt megnyitjuk. A Rufus a megfelelő elemeket beállította, a bootolás rendszerét, a bootolás típusát, kötet címkét adott neki, és most már nincs más dolgunk, mint az indítás gombbal elkezdeni az USB meghajtóra írását az ISO fájlnak. Ezt kezdjük is meg. A megjelenő ablakban lévő információkat hagyjuk jóvá, majd a képfáj készítésénél az ISO kép módot válasszuk és okézzuk le. Szól, hogy az eszközön lévő valamennyi adat törlésre fog kerülni, ezt mi most jóvá hagyjuk. Itt írja is, hogy a boot partíciókat eltörölte,
és 5 lépésben a fájrendszerünket föl fogja másolni erre az USB pendrive-ra. Első lépésként a bootolási rendszert alakította ki a lemezen, majd elkezdi másolni valóban a fájlokat. Itt alul az állapot sorban látszik, hogy mik azok a fájlok, amiket másol. Jelen pillanatban még ez a boot group mappa, ez tulajdonképpen a Linux operációs rendszer indításához szükséges fájrendszernek a helyét jelöli, és most már ugye látjuk, hogy egy igazán nagy fájt, egy 1,9 GB-os fájt másol a pendrive-ra, ez pedig a Casper mappába kerül, és ez maga a fájrendszer, a Linux fájrendszer, ami a telepítőkészlet működéséhez szükséges. Ezt másolja most az operációs, vagyis illetve a Rufusunk. Amíg ez a másolás tart, azért néhány gondolatot engedjetek meg nekem a Linux, illetve kontra Windows környezettel kapcsolatban. Van egy olyan videó, ami a két rendszert alapvetően összehasonlítja. Akik engem ismernek, tudják, hogy én nagyon sokáig Windows operációs rendszer környezetet használtam, és igazából egy Windows fannak voltam tekinthető, de most már 10 éve, több mint 10 éve, 10-12 éve az Ubuntu az, amelyik meghódította a szélmet, így Ubuntu felhasználó lettem, és a MyUbuntu oldalamon keresztül próbálom segíteni azokat az embereket, akik az Ubuntu operációs rendszerre adják a fejüket. Az Ubuntu operációs rendszer alatt ugyanennek a folyamatnak a bemutatásánál látni fogjuk, hogy maga az Ubuntu operációs rendszer nagyon felkészült abból a tekintetből, hogy különböző Linux vagy egyéb operációs rendszerek telepítéséhez, újraindításához, vészindításához szükséges boot eszközöket készítsen. Tudnék, az operációs rendszerenek alapból része minden olyan szolgáltatás, ami ezt lehetővé teszi. Így az Ubuntu alatt például nem lesz szükségünk Rufusra. Ugye még mindig az 1,9 gigabájtos fájlunk másolódik, ez most már azért 70%-nál tart, úgyhogy szépen lassan elérjük a végcélunkat. Addig pár szót arról, hogy ezen az úgynevezett telepítő eszközön, telepítő médián miket, milyen formában tudunk majd plusz információként tárolni. Ugye mondtam, hogy érdemesebb egy nagyobb tárolót venni, mint ami a 2,5 GB. Én egy 8 gigát javasoltam. Erre én alapvetően minden olyan fontkészletet föl szoktam tenni, ami a számomra régen, korábban a Windows alatt használatos volt, illetve mostanában szokásos Windows rendszereken alkalmazott, épp azért, hogy amikor a különböző adatcserék kapcsán én Word dokumentumokat, Excel fájlokat és egyéb Microsoft birodalomban szokásos dokumentumokat kapok, akkor ne legyenek font problémáim, vagyis betűtípus problémáim. Tehát például nekem az egyik nagyon fontos plusz információ ezen a telepítőkészleten kívül, a pendrive-on a fontkészletek. Én is nagy kedvelője vagyok a jópofa háttereknek és azért a kellemesen kinéző munkakörnyezetnek, ezért nagyon sok, több mint 10 háttérképem is van, amelyek közül nagyon sokat saját magam készítettem, úgyhogy ezek is helyet kapnak az operációs rendszer telepítő készletén. És a harmadik dolog, ami szintén ennek a telepítő készletnek a kiegészítő részén található, ez egy install.txt fájl, amiben minden olyan lépés, itt a képernyő szélén látszik is ennek a Windows alatti verziója, minden olyan lépés megtalálható, ami a komplett operációs rendszer telepítéséhez szükséges, ez azért van szükség, hogy gyorsan gondolkodás nélkül lehessen végrehajtani a telepítő lépéseket, ne kelljen azon morfondírozni, hogy jaj, mi ez, főtelepítettem, nem telepítettem föl, tehát ezért érdemes egy ilyen listát, checklistát készíteni, amelyben minden telepítési lépés benne van, hát nekem ez az install.txt fájlban található meg. Na most már ott tartunk, hogy tulajdonképpen az ISO fájlok másolása lassan befejeződik, el is készült, tehát ennyi időbe tartott, amíg elkészítettük a
Ubuntu 20.04-es Focalfossa operációs rendszer USB pendrive-os telepítő készletét. Ezt most bezárom, megnyitok egy böngészőt, egy file böngészőt, és itt látható, hogy az Ubuntu most már a D meghajtómon az Ubuntu 20.04 operációs rendszer elemei található, mivel ez egy Windows-os fájlrendszeren van, tehát egy FAT32-n, ezért jól látszik, hogy mik azok a fájlok, amiket fölmásolt az operációs rendszer erre a telepítő készletre, így teljes a telepítéshez szükséges állományrendszer, tehát befejeződött az Ubuntu Focalfossa USB pendrive, telepítő pendrive készítése. Én búcsúzom tőletek, viszontlátásra a következő videóig.